megmondom, na ez a legújabb borom, mindig a legújabb valahogy a kedvenc, mert abban nagyon kell hinni, és ahogy hiszek is benne, meg ez egy új termék. És ez kifejezetten az én termékem, ilyen fiatalosra hangolva sokkal inkább, mint... A Sziget Fesztiválos, nem? Mint az eddigi borai. Szigettől jöttek, vagy? Voltunk, igen, ott is. Jó, én ide sajnos kérdezik. Hát alapvetően már az alapkoncepció az tőlem jön, a házasítást azt mindig közösen végezzük a szüleimmel, tehát ez egy ilyen nagy horderejű munka, hát ebből élünk, hogyha nem lesz jó a bor, akkor nem lesz bevétel, úgyhogy ez nyilván egy nagy döntés, és egy közös családi döntés eredménye, de így az én gyermekem valahol az, ami a hát ez olyan, mint a zenével, meg a lányokkal, hogy mindig más. A Miklós Csavi is nevetett. Azt, hogy a lányokkal mindig már, még szerencsé, hogy az Ildi távol ül. De azért nevettem, mert én is szeretném megkóstolni, mert nagyon sok jó talosan adott volna. Komolyan, de jó. Zoltán, nagyon szépen köszönöm. Akkor még azt mondja, hogy a családnak mi a kedvence. Hát tulajdonképpen amelyik jó, azt érdemes érni. Hát alapvetően az a szándékunk, hogy minden évjáratban és az évjáraton keresztül a szortimentben is minden borunk jó legyen a maga helyén. Ez egy alapbor, itt nyilván nem azt várom, hogy ez egy sok rétegű összetett élmény legyen, hanem az, hogy egy nagyon jó ivóbor. Tehát ez egy ilyen kategória. Én most az ivóborok között ezt nagyon szívesen iszom. Igen. A komplex borokban... A vörösre, a rózéra... Mikor, mire? Ez tényleg, akkor már olyan, mint a zene inkább. Nagyon diplomatikus. Igen, de nem tudok egy kedvenc mondani. Ami engem mindegyik bort el kell adni, nem? Nem, ami engem nagyon érdekel, azok inkább a magyar fajták. Tehát a Kadarka, a Kék Frankos, a Bikavér, ugye, mint nagyon klasszikus szexuális helyzetes. Hogy ezekben miket tudunk még újdonságot hozni, igazából ez az, ami szakmailag izgat. De ezen felül inkább a kedvenc helyett én a példaképeket mondanám. Tehát van nagyon sok példaképszerű élmény, ami éri az embert, nyilván csomó bort kóstolunk, és vannak rossz példák, vannak jó példák. A jó példákat nyilván próbáljuk elemezni, hogy mit tudunk belőle átfordítani a saját hasznunkra, hogy tudjuk követni mi is azt a példát. Igen, szeretném megkérdezni, hogy a családról, hogyha mondaná valamit, hányan dolgoznak a családban? Mi a szüleimmel hárman dolgozunk a cégben, hárman visszük a céget, ezen túl pedig 5 állandó alkalmazott. Ez egy elég kis családi cég. De elég híresek már, egyébként ismerem a munkat. Magyarországon világhívják könyv. Igen, azt is megkapná. És ön mit végzett, legyész? Nem, én szőlészborász végzettségi vagyok. Igen. Külföldön végeztem. Elég jó egyetemekkel. Ez is volt a szám? Hát ez azért érdekes, mert nekem volt más álmom is, ami nagyon sokáig viaskodott ezzel, hogy most legyek-e inkább ipari formatervező, vagy grafikus, vagy menjek a borászati úton talán. És eljutottam egy pár év után, ugye tanulmányból, amikor már folytottam a borász tanulmányaimat oda, hogy elhatároztam, hogy nekem ez a hivatásom, és hobbinak meghagytam a többi érdeklődésemet, és nagyon szívesen fotózom, meg videózom, meg foglalkozok ilyen designer dolgokkal, de nem abból élek, és nem azok szakmám. Jól tette! Köszönöm!